Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Államtitkár úr, illetve kiemelt tisztelettel köszöntöm a Sztálin szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő 1956-os szabadságharcost, a Mi Hazánk Mozgalom alapító atyát, Pongrácz András barátunkat, aki itt most a páholyunkban foglal helyet. Az elmúlt három évtized az MSZP és Fidesz kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek között az ügynöklisták feltárása, a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása, a kommunista luxusnyugdíjak, illetve különösen a kommunista kitüntetések után sok esetben még mindig járó nyugdíjpótlékok megvonása, valamint a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadságtéri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása. Ezek a követeléseink a Mi Hazánk főbb antikommunista programpontjai, melyek a Víradat programunkban is benne vannak. Mit hajlandó a kormány ezekből megvalósítani? Ami az állambiztonsági múltat illeti, sajnos még az Orbán kormánynak is tagja lehetett a D209-es fegyőnevű Megyesi Péter egykori kollégája, a szintén 3/2-es ügynök Martonyi János, illetve a fideszes kormányzat oszlopos tagjává válhatott az ugyanúgy 3/2-es Tasnádi László rendészeti államtitkár, és még sorolhatnánk a példákat. Siffer András számos kezdeményezése ellenére még mindig nem kutathatók, a történészek által sem, a BM különlegesen fontos, titkos minősítésű hálózati személyei, továbbá az információs hivatal által kivett 19. mágnesszalag, és még sorolhatnám ezeket is. Hajlandó-e végre a kormány az állambiztonsági múlt titkosításainak feloldására, az úgynevezett ügynöklisták nyilvánosságra hozására? Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 2012-ben Wittner Máriával közösen nyújthattam be azt a nyugdíjtörvény módosító javaslatunkat, melyet el is fogadott az országgyűlés, és ami alapján meg kellett volna vonni a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat. Akkor a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy alanyi vagy özvegyi jogon körülbelül 1200 személy évi 200 millió forintot kap összesen, például Vörös Csillag érdemrend, vagy fegyveres harcokban részt vett partizán és hasonló kitüntetés nyomán. Sajnos a megvonás előíró törvény ellenére Navracsics Tibor miniszter először teljesen szabotálta a törvényt, a határidőig senkitől sem vonták meg a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat, majd többszöri számonkérésemre végül a törvénytelenséget a törvény módosításával orvosolta, hogy kitolták a határidőt. Végül a kormánya szocialista hazáért érdemrend és hasonló kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok 90%-áról állapította meg, hogy méltó szerintük azokat folyósítani az állítólagos rendszerváltás után évtizedekkel is. Most végre konkrét számokat várok, hányan kapnak még mindig ilyen nyugdíjpótlékot alanyi vagy özvegyi jogon, évente ez összesen mekkora a költségvetés számára. Köszönöm figyelmüket, és köszönöm az 56-osok türelmét is. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Répási Róbert államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Az alaptörvény negyedik módosítását az országgyűlés 2013. március 25-i hatállyal iktatta az alaptörvénybe. Ennek a szavazására 2013. március 11-én került sor. Az alaptörvény újcikke így fogalmaz. Az 1990-ben lezajlott első szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott a jog uralmán alapuló állami berendezkedés és a megelőző kommunista diktatúra összeegyeztetetlenek. A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek bűnöző szervezetek voltak, amelyek vezetői el nem évülő felelősséggel tartoznak az elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, az elkövetett jogsértésekért és a nemzet elárulásáért, a második világháborút követő esztendők több pártrendszerre épülő demokratikus kísérletének szovjet katonai segítséggel történő felszámolásáért, a kizárólagos hatalomgyakorlásra és törvénytelenségre épülő jogrend kiépítéséért, a tulajdon szabadságán alapuló gazdaság felszámolásáért és az ország eladósításáért, Magyarország gazdaságának, honvédelmének, diplomáciájának és emberi erőforrásainak idegen érdekek alá rendeléséért, az európai civilizációs hagyomány értékeinek módszeres pusztításáért,
az állampolgárok és egyes csoportjaik alapvető emberi jogaiktól való megfosztásáért, vagy azok súlyos korlátozásáért, különösen emberek meggyilkolásáért, idegen hatalomnak való kiszolgáltatásáért, törvénytelen bebörtönzéséért, kényszer munkatáborba hurcolásáért, megkínzásáért, embertelen bánásmódban részesítésért, a polgárok vagyonuktól történő önkényes megfosztásáért, a tulajdonhoz fűződő jogai korlátozásáért, a polgárok szabadságjogainak teljes elvételéért, a politikai vélemény és akaratnyilvánítás állami kényszer alá vonásáért, az emberek származásukra, világnézetükre vagy politikai meggyőződésükre tekintettel történő hátrányos megkülönböztetésért, a tudáson, szorgalmon és tehetségen alapuló előre menetelének és érvényesülésének akadályozásáért, az emberek magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására törő titkos rendőrség létrehozásáért és működtetéséért, az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc szovjet megszállókkal együttműködésben történt vérbefolytásáért, az azt követő rémulamért és megtorlásért, 200 ezer magyar ember hazájából való kényszerű elmeneküléséért, mindazokért a köztörvényes bűncselekményekért, amelyeket politikai indítékból követtek el, és amelyeket az igazságszolgáltatás politikai indítékból nem üldözött. A demokratikus átmenet során a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjaként jogi elismerést nyert politikai szervezetek a törvénytelen felhalmozott vagyon örököseiként is osztoznak elődjeik felelősségében. Az ötödik bekezdés szerint a kommunista diktatúra törvényben meghatározott vezetői részére az állam által jogszabály alapján biztosított nyugdíj vagy más juttatás törvényben meghatározott mértékben csökkenthető, az ebből származó bevételt törvényben meghatározottak szerint a kommunista diktatúra által okozott sérelmek enyhítésére és az áldozatok emlékének ápolására kell fordítani. Tisztelt képviselő úr, ön ezt nem szavazta meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem a képviselő urat, elfogadja az államtitkári választ. Államtitkár úr, maga azért ne kérjen szót, hogy itt patetikus preambulumokat olvasgasson föl, ahelyett, hogy a kérdésre válaszolna. Az alaptörvény természetesen a rákosista alkotmány helyére kerülő hasonlóan egypárti alaptörvény, természetesen, hogy nem szavaztam ennek, annak számtalan oka van, de most nem ez a kérdés van itt napirenden. Itt az a kérdés, amit, hogy miért nem hajtják végre például a Wittner Máriával közösen benyújtott nyugdíjtörvény módosító javaslatunkat. Most már nem csak, hogy szabotálják, de titkosítják is, hogy hány kommunista kitüntetés után jár még a mai napig is nyugdíjpótlék, hányan kapnak alanyi vagy özvegyi jogon ezért nyugdíjpótlékokat. Tehát elképesztő az a mellébeszélés, az a pótcselekvés, amit folytatnak, vagy az, hogy az ön mellett ülő államtitkár Mansfeld Péter pólójában rendkívül farizeus módon emlékeznek meg, miközben a Mansfeld Péterre halálos ítéletet kérő vérügyész néhány évvel ezelőtti haláláig is kapta az önök rendszerében a több százezer forintos kommunista luxus nyugdíjat, ahogy több más ma is élő vérbírónak, AVH-s vallatótisztnek továbbra is folyosítják, és erről önök még csak beszélni sem hajlandóak. Elfogadhatatlan ez, miként az is, hogy az állambiztonsági múltat és az ügynöklistákat továbbra is titkosítják. Ezt minden 56-os pesti srác nevében is kikérem magamnak.